Világbajnokságra készülnek a Street Dance School sportegyesület táncosai. Vendégeim Kulcsáné Nagy Mária az egyesület vezetője és Nagy Petra felkészítő edző itt van, fellépő ruhában. Köszöntelek titeket! Sziasztok! Hát ez azért egy nem kis teljesítmény kijutni egy világbajnokságra Horvátországba. Milyen út vezetett el titeket idáig? Hát mind a kettőnket hosszú út, Petrát első körben táncosként és majd edzőként, engem pedig az elmúlt 15 évben inkább az edzőként vezetett ez az út. Hosszú volt igazából, mert ezek a táncosok már mind 5-6 éves koruktól táncoltak a tánciskolában, és most kerültek abba a tudásszínbe, vagy abba a fázisba, hogy komolyabb versenyekre eljuthassanak. Ugye itt azért közbeszólt egy Covid is, amikor meg kellett álljunk, illetve voltak időközben nehézségek, de minden erőnket összeszedve és úgymond belépve a komoly versenyvilágba, most így eljutottunk ide is végre. És ebben az évben már nem ez lesz az első verseny, tehát már hazai nemzetközi versenyeken is voltak, ott milyen eredményekkel zártak? Hát általában mindig dobogós első volt. Természetesen kerültünk második helyre is, de általában az első helyet elértük. Első körben területikre kellett járniuk, utána magyar országos bajnokságra, majd volt ilyen itthoni magyar Európa bajnokság, ez volt az első körös verseny, és mivel hogy az Európa bajnokságot is a profi kategóriában könnyen nyerték, ezért egy olyan szövetséghez regisztráltunk, ahol viszont már csak országos bajnokságokat szerveznek, és onnan lehetett kijutni a nemzetközi versenyekre. És akkor a nemzetközi versenyeken Kassán is nyertek, Zágrábba is nyertek, tehát 25 ország volt ott, tehát már maga ott is rengeteg versenyző és ország képviselte magát, és megszerezték a nemzetközi kártyákat, hogy bejussanak a világbajnokságra. Ami már nagyon közel van, hiszen szeptember 20 és 24-e között van. Izgultok egyébként? Nagyon. Látom rajtatok ezt a kicsit megdöbbent izgatottságot. Meséljetek, mivel készültök? Mi lesz a versenyprogram? Én mondjam. Igazából a koreográfia az divattánc irányzat, és ugye mi a hip-hopnak is egy olyan ágát képviseljük, ami egy ilyen kicsit ilyen csajosabb, dögösebb, de ugyanakkor vagány. És igazából az MTV show lett a mi kedvenc kategóriánk, ahol már nem csak ezt a hip-hop vonalat, ami a tradicionális hip-hop, hanem ezt a csajos vonalat is nagyon befogadják, és ennek az ötvözete. És ezt a koreográfiát igazából csiszolgattuk, készültek az edzőtáborokban, illetve különböző táncos workshopjainkon kiegészítései, vontunk be plusz koreográfusokat is ide hozzánk, hogy akkor további ötletekkel gazdagítsuk, illetve Tehát minden... Ezek a koreográfiák még nem voltak sehol egyik versenyen sem, pont ezt a világbajnokságra készítettétek? Nem, ezzel kellett bejutni a világbajnokságra, aha, csak minden versenyen kaptunk kritikákat, jót is, rosszat is, és ezeket beépítettük, hogy jobbak lehessünk, és a következő versenyen még jobban teljesítsünk. És akkor igazából ezeket fejlesztitek tovább? Igen, hát most már ugye ilyenkor csak az edzettséget, a ruganyosságot, illetve most még a héten a légzéstechnikát, a helyes légzéstechnikát is kell alkalmazzák közben, hogy nagyobb legyen a teherbírásuk, építjük az izomzatukat, az erejüket, a koreográfia pedig adott. Mit is mondtál, MTV melyik kategória? Ez ilyen MTV show. MTV show. Ez egy Igen. nehéz kategóriának számít a versenypalettán? Ez egy ilyen szabad kategória. Uh-huh. Tehát, hogy... Tehát nincsenek kikötések végül is. Igen, nem olyan, hogy pontszámokat kell elérni ahhoz, hogy teljesíts, hanem nagyon szubjektív, hogy tetszik a zsűrinek, vagy nem. Ott az a pillanat, akkor kell a legjobb hangulatot megteremteni, a legnagyobb dinamikával táncolni. Ennek nagyon nagy a lelki felkészülése is. Tehát, hogy akkor ott hogyan teljesítenek azon a nap, milyen a csapat egész hangulata. És hogy készültök fel lelkileg? Van esetleg valami
rituálé, vagy valami ösztönző beszédet mondtok a csapatnak, vagy azoknak, akik szólóban táncolnak, mert ugye vannak, akik szólóban, mások formációban. Igen, tehát a legjobb. Alapvetően is amúgy nagyon családias tánciskola vagyunk, tök mindegy, hogy gyerekcsoport, manócsoport, vagy már nagyokról van szó. Igazából egy fellépés előtt is mi nagyon ilyen összetartóak vagyunk, ölelgetjük egymást, biztatjuk egymást, tapsolunk, sikoltozunk, hogyha két ember van ott egy fellépésen, akkor is, és igazából ez mindenhol itt történik igazából. Egymást. Igen, egymást biztatjuk. Tehát hype-oljuk egymást. De van olyan is, amikor csak így egymásra nézünk, hogy menjünk, csináljuk. Tehát akkor nagyon fontos a támogatói közeg. Igen, a táncosoknak. Igen, a szülők is olyanok, hogy mindenhová utaznak velünk, szülői buszokkal, szülői pólókkal, feliratokkal, hogy ők is dudálnak, rázzák a zászlókat. Pompom csapatotok még nincsen. Nincs, de hát a szülőkben már lehetne azt is alapítani. Tehát a szülők között is kialakult egy ilyen családias hangulat, és mondhatjuk úgy, hogy minden ilyen utazást egy ilyen nyaralásnak fogunk föl, hogy már pár nappal előtte oda utazunk, együtt vagyunk, felfedezzük ott a környezetet. Most ez a világbajnokságon is így lesz, nincs nyomás, ez csak egy világbajnokság. Igen. Hát lelkileg igen, tehát amikor már testileg készen vannak, és a koreográfiával sem tudunk többet tenni, akkor inkább a lélek az, hogy hogyan megyünk fel a színpadra. És gondolom, érzünk. Egy idő után azért már rutinból mennek a mozdulatsorok is. Igen, igen, azok már stabilak, azok nem lehet elfelejteni már. Amikor jöttetek be, akkor mondtátok, hogy fellépő ruhában vagy. Ez az lesz egyébként, ami a világbajnokságon? Hogyan választjátok ezt ki, vagy hogyan állítjátok össze a szettet, amiben színpadra léptek? Igazából mindig közös döntés alapján. Általában szokott lenni azért egy alapkoncepció, hogy színes, nem színes, csajos, milyen feszülős, hangulat? Bő, ez mindig a hangulattól függ, igen. Azt hinni az ember, hogy attól függ, hogy éppen milyen mozdulat sorra készültök, tehát nyilván azért egy lengébb szerelésben könnyebben mozog az ember, vagy ez nem így van, rosszul hát, gondolom? Van benne némi taktika is. Uh-huh. Hogyha a csapatnak esetleg gyengébb a karmunkája, akkor nem hívjuk fel a figyelmet. A hibáikra, és akkor mondjuk eltüntetjük olyan ruhákkal, ahol nem annyira ott a fókusz. Ennek a csapatnak nagyon erős a lábtechnikája, rengeteg olyan mozdulat van benne, amiben nagyon sok lábkombináció van, és akkor színes a nadrág, hogy a fókusz azon legyen, és hogyha esetleg nincs pont helyén egy könyök, vagy nem érkezik oda egy csukló, akkor nincs annyira fókuszban, mert az arcuk és az előadással elviszik a zsűri tekintetét, közben pedig a színes lábak pedig szintén a színpadi képet, úgyhogy így egy kicsit igazítjuk a koreográfiához valóban. Tehát a vizuális ingerre még játszadoztok is. Igen, a mozdulatsorok mellé. Illetve a zenével is, mert azért nagyon jó nekünk ez a kategória, mert szabadon használhatunk más táncstílusoknak az alap mozdulatait is. Tehát van a táncukban, hiába hip-hopról van szó, kortárs, és a kortárs zenére hip-hop mozdulatokból van megkomponálva a koreográfia. És ettől ez megint egyedi, mert ilyet nem szoktak látni. Tehát, hogy ez így még a nemzetközi piacon is egy kicsit ilyen, hogy most mit csinálnak? És úgy jobban felhívja a figyelmet a zsűrinek. Mert amikor azért a zsűri már 10-12 órán keresztül nézi a produkciókat, akkor kell valami plusz, amire úgy jobban odafigyel. És egy akkor ilyen kis hideg zuhany, hogy igen, na, igen. Akkor következik egy másik. És Petra ebben nagyon ügyes koreográfus, mert ezekkel a hatásokkal, meg ezekkel a hangokkal nagyon jól játszik. Hol tudjuk követni az eseményeket, vagy honnan fogunk értesülni az eredményről? Hát mindenképpen értesítünk benneteket, illetve az oldalainkon is figyelhetitek majd az eredményeket. Illetve az International Dance Open, ez a nemzetközi szövetségünknek a neve, ők élőben közvetítik általában a TikTokon is és a Facebookon is. Akkor szeptember 20 és 24-e között szurkol nektek egész Nyíregyháza. Jó felkészülést és eredményes köszönjük versenyzést szépen. Kívánok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást.